Budapesten és 15 vidéki városban tüntettek ma a státusztörvény ellen. A fővárosi demonstráción Hajdú Steve rappelt. A tanárok rám álltak, mindenütt ott vártak, hozták kirándulás során, zárták a sátrat. Kovács Adél verset szavalt. Minden nép felelős a saját árulóért és hőseiért. Színész Bob slammelt. A tanár képe alatt luxus a like, luxus az engedetlenség, luxus a strike. És még sok beszéd hangzott el. Takarítsuk el Orbán Viktort, de addig, amíg az Unióban vagyunk! Arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak az emberek az eddigi tüntetésekről és a rendőrökkel szembeni erőszak eredményességéről. Most a sokadik ilyen tüntetés, ugye módosították már több ponton a státusztörvényt, illetve nem fogadták el most június 1-én, ez siker? Hát részsikernek biztos lehet mondani, de ez még mindig, ha visszavonják is, ott lesznek, mint szeptemberben, ahonnan indult az egész. Ha jól tudom, még van 2 hét kb., hogy elfogadják, hogy ez a határidő kis siker is siker. Igen. Hát a státusztörvény elfogadása az alapvetően egy nagy negatívum lenne az oktatásnak, de az, hogy ez nem történt meg egyelőre, az attól még nem egy megoldás, nem azt jelenti, hogy megvan oldva minden probléma. Ez az egész státusztörvény ötlet, úgy, ahogy van, hogy a pedagógusokat, mint egy katonaságot kezdjék el kezelni, ez teljesen felháborító. Alapvetően van elszúrva az egész, úgyhogy a részeredmények az egy olyan döntetlen, amire nem mondhatjuk, hogy nyertünk vele. Azt nem mondom, hogy tapsikolva örülni kell, de szerintem fontos, hogy egy-egy gesztust azért tudjon értékelni az ember. Hát azért a 100%-os öröm még messze van. Én azt gondolom, hogy ha valódi változásra és valódi párbeszédre szeretne törekedni a kormányzat, akkor igenis ezt ki kell nyitni, és nem csak a szervezetek felé, hanem mindenki felé egy össztársadalmi konzultációt kellene, és hát szerintem erről szólna a hétigenes népszavazás is. Mennyi esélyét látod annak, hogy abból valódi népszavazás jöhet létre? Már csak pár napja van vissza a választási irodának, hogy erről határozatot hozzon. Én bízom benne, hogy ezek a kérdések át fognak menni. Mi a végcélja ezeknek a tüntetéseknek? Hát a tanároknak a helyzetén javítani mindenképpen. Talán egy északi modellt kéne, tehát egy teljes reformot kéne az oktatásba bevezetni. Nagyobb szabadságot a tanároknak, értelmesen racionalizálni kéne, hogy mi a tananyag, jobban a képességekre koncentrálni, nem pedig arra, hogy magoljanak a diákok. Egy olyan oktatási rendszer, ami mind a diákok, mind a tanárok számára kedvező, és ami igazából biztosítja a mostani és a következő generációk jövőjét, mert ez lenne a lényeg egy állami oktatási rendszernek. Vonják vissza ezt a törvényt, és egyrészt maradjon a közalkalmazottak, a pedagógusok, másrészt pedig lehetőleg a fizetésüket emeljék föl, mert Európában talán a béka megfelelő helyén vannak. Ezt az ellenállást ezt most már addig kell folytatni, ameddig az oktatásügynek valamilyen átfogó reformjára, de legalábbis a pedagógusok helyzetének egy gyökeres változását el tudják érni. Ezekkel a tüntetésekkel ezek a célok elérhetők? Én azt gondolom, hogy ha nem jövünk ki tüntetni, akkor a kormánynak már hazudnia sem kell azt, hogy minden rendben van az oktatással. Bízom benne, és bármennyi esélyt is látok arra, hogy valamilyen változás történik ennek hatására, akkor én itt leszek. Itt vagyunk, tüntetünk, és reménykedünk a legjobban, és küzdünk a tanárainkért. Ha megkérdezi tőlem az unokám, hogy te tettél valamit? És azt mondom, hogy megpróbáltam. Amit lehet, megtettem, mindenki tegye meg azt, amit tud, és akkor lesz, ami lesz. Én nem tudom, hol van a magyar oktatási rendszer Covidja. De mikor lesz az, amikor tényleg nem vigyáz már senki a gyerekeinkre az iskolába? Mikor jön rá ez az ország arra, azok a rendőrök is, akik védik ezt az épületet, nekik ez a munkájuk, hogy a gyerekeiket azokat futószalag mellé betanított munkásnak szánják? Ez a hatalom. És hogy valami olyan fajta féle zsákutcában vagyunk, ami Európából kifelé vezet. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem röhögnek rajtunk. Igazi változást, ennél sokkal durvább tüntetések kellenének. Én is inkább békés tüntető vagyok, mint semmit nagyon vandálkodni, de szerintem szükség lenne rá sajnos. Mit gondolsz a jogilag vitatottabb részéről ezeknek a tüntetéseknek, a rendőrökkel összefeszülésről, dobálásról, amik kapcsán ugye kirobbantak ezek a valhék, a könyvgáz, a rendőrroham a múltkor? Én személyesen úgy gondolom, hogy békésen is lehet ezeket a tüntetéseket folytatni, és úgy is el lehet érni a célokat, és igazából nem jó, hogyha ez alapján általánosítunk, mert a nagy tömeg az alapvetően jó indulattal van. A rendőrök tulajdonképpen a rendszernek a védői. Teljesen legálisan, normálisan. A probléma ott van, hogy maga a rendszer
illegális. Ez szégyen teljesen, amit csinálnak a rendőrök, tehát hogy erre egyáltalán nem ez kéne, hogy legyen a válasz, hanem hogy komolyan vegyék a diákokat, meg hál' Istennek, ugye ezek a diákok 3 év múlva, akkor újra szavazás lesz, akkor már ők is szavazni fognak, és remélhetőleg majd az ellenzékre fognak szavazni. Úgyhogy jobb, hogyha fél tőlük a kormány. A rendőröket nem kell megdobálni. Ki kell jönni velük, ki is lehet jönni velük, de arra igazság, hogy ez túl van tolva ez a dolog. Ennek a tüntetés műfajnak velejárója az, hogy időnként történnek ilyen kilengések. Szerintem jogos, amikor már az ember a kétségbeesését nem tudja, hogy levezetni. És kitör néha a fizikai erőszakba. Jogosnak tartom. Nem jónak tartom, de jogosnak tartom. Ezért ezt nem lehet elvárni, hogy valakit állandóan sakba tartanak, lehetetlen helyzetbe hoznak, és ő majd mindig marha kultúrát válaszokat fog adni. Párizsban már égne az egész város. Ahhoz képest a magyar diákok szerintem rendkívül kultúráltak, hogy mi történik velük és a jövőjükkel. A rendőr persze végzi a dolgát, de sajnos az állampolgár is végzi a dolgát, és megtesz mindent ezek a fiatal emberek, hogy a jövőjük valahogy megváltozzék.